Meglio due, Zef. Gondolom benne, hogy kezem egy kicsit így videó formájában, és egy kicsit így elmesélem a tegnapi napomat. Tegnap ugye Zoléval itt voltunk lent, videózgattunk meg minden, és úgy voltunk vele, hogy inkább néha együtt jobb videózni, mint külön-külön. Jó, most Zolé most az előbb, hát ugye megcsörgetett, mikor otthon voltam, aztán mondom, visszahívom, nem vette fel, utána visszahívott, fölvettem, és akkor mondta, hogy ő gyakorlaton van éppen, azóta majd felhív, megcsörget, hogyha végzett, és akkor találkozunk majd. Nagyon boldog vagyok, mert november 1-e van, igen, tudom, halottak napja, egyebek, ilyenkor a temetőbe ki kell menni, ki is fogunk mi is majd menni a temetőbe, csak az a baj, hogy annyian vannak este temetőben, hogy nincs értelme kimenni, ezért jó reggel vagy délután kimenni, mert akkor talán nincsenek annyian. Bár én azt gondolom, hogy az, hogy csak egy évben egyszer mész ki a temetőbe, az idősebb korosztály szerintem kimehetne akármikor. Jó, tudom, hogy messze laknak, van, aki nem itt lakik, van, aki máshol lakik, de van, aki pedig megtehetné, hogy kimenjen, na mindegy, lényeg, de az a lényeg, hogy a szeretet, a boldogság meglegyen, és ne csak akkor legyen összetartás, amikor a naptárban van, hanem amikor kell. Ugye mehetnénk a karácsonyt, akkor összejönnek családok, és utána összevesznek, mit tudom, hogy blablabla, aztán ennyi. Na most ezt gyorsan ledaráltam, mert így ja. Idefele jövet épp, ugye ma megcsináltam a videót, ha jól tudom, két kis műveletét mentette meg egy egész ország azzal, hogy a kitűzött összeget megkapták, úgyhogy sikerült nekik, úgyhogy hajrá. Egyszerűen boldogsággal tölti el az embert azt, hogyha látja azt, hogy boldogság történik a világban. Amikor valami sikerül, és a híradóban is azt kellene átadni, hogy csak a pozitivitás. Mert mindig csak a rosszat halljuk a tévében, és nem a jót, hanem csak a rosszat. Ez ezt tette, az azt tette, ez azt tette meg, az azt rúgta föl, az amazt verte meg, az amaznak lopta el a pénzét, tehát hogy mindig van valami, ami rossz. Csak a pozitivitás kellene, de nem értem, hogy miért van ez. Miért történik ez? Pedig aztán igazából lehet mosolyogni, lehet boldog lenni, akármitől. Most például süt a nap. Boldog vagyok. Jó kedvem van, lejöttem, megcsináltam az egyik videót, most megint videózok. Zoléval majd találkozunk, lesz vele is egy csomó videó. A Rio Official csatornán elérte az 1000 feliratkozót. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tartsatok velem, higgyétek el, hogy olyan videók érkeznek, amik színesek lesznek, örömöt fognak okozni, nevetni fogtok, kacagni fogtok, és jó lesz minden. Én azt gondolom, hogy élvezni kell az életet, élni kell, nem szabad savanyúnak lenni. Tudjátok, az élet az édes, mint a méz, és élvezni kell az életet. Nem tudom, olyan jó érzem most itt magam, ugye el vagyok, most itt törökülésbe vágtam magam, mint a török gyerekek, csak vicceltem, és így el vagyok itt most. Na, ez egy kicsit az a kamera össze-vissza, elnézést kérek a háttérben lévő fény orgonáért, de nem tudok vele mit csinálni, sajnos a napfény, a jégen, akarom mondani, a napfény a helyzet magaslatánál, de nem tudok vele mit csinálni, ez van. Most az előbb amúgy itt emberek mászkáltak, vagyis ott belül arra felé, amelyre mutatom, ti nem látjátok már mögöttetek. Emberek mászkálnak, meg sétálgatnak, meg fotózgatnak. Azért gondoltam, bejövök ide, mert talán ide azért nem jönnek annyira, mert itt annyira nem zavaró az, hogyha mászkálnak, csak nem akarom azt, hogy a videóban benne legyenek, meg mit tudom én. Engem zavar, hogyha emberek ott mozognak, meg mennek, miközben én nyomom a szöveget, meg beszélek a kamerához, meg így mesélek nektek sztorikat, vagy akármit, és engem egy kicsit úgy zavar ez a dolog, hogyha ők pont ott vannak. Tehát ezért nem akarom azt, hogy ők benne legyenek. De ki akarja, hogy benne legyen? Senki. Jaj, gyerekek! Ugye csináltam gameplay videókat, meg ott van a Vlog utcán oficiál csatornám, annak a linkjét is majd a leírásban, itt a videó alatt, itt. A videó alatt meg fogjátok találni, és hát azon a csatornán is lesznek videók, meg gameplayek. Tehát úgy nevezzük a gameplayeket, hogy mondjuk csak a csében és a bodog ellen játszok, annyira neten nincs értelme játszani, mert azt már mondjuk a videókban elmondtam a Vlog utcán oficiál videókban.
Kattintsatok majd rá a csatornára, keressetek rá, írjatok be a keresőbe, hogy Globuccal Official, és ennyi. Zole Official csatornájára is nyugodtan keressetek rá, az ő csatorna linkjét is be fogom majd ide rakni. Urbán Gergő mobilvlog csatornáját is be fogom rakni a leírásba. Vele mostanában nem beszéltem, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet vele. Körülbelül már egy hete, két hete nem rakott fel új videókat, nem tudom, hogy mi lehet vele, gondolom dolgozik, vagy otthon van, vagy Pesten van, vagy nem tudom hol van, nem beszéltünk egymással vele, egyelőre nincsenek videók, nem is terveztem vele videókat, de hogyha lesz majd videó, akkor biztos, hogy tudni fogtok róla, mert vagy az ő csatornáján, vagy a Vlog utcán oficiálon lesz, vagy a Rio oficiálon, tehát a három csatornán valamelyiken. Majd lehet, hogy úgy lesz, hogy a Zola is ott lesz majd, amikor össze tudjuk hozni. Előre semmit nem tudunk, tehát ki tudja, hogy mit hoz majd a 2020-as év, hiszen sok minden történt. November 1-e van, elkezdődött a november, jön a december, jön az új év. És aztán onnantól kezdve megváltozik minden, mert a 2019-es évre visszaemlékezünk majd, és majd lesznek olyan videók, ahol így néha így vissza-vissza gondolunk egy-egy videóra, vagy beszélek egy-egy videóról, hogy ez az miért készült, stb. És hogy milyen, hogy már közel két év elmúlt, és a két év videózás alatt milyen dolgok történtek, mit érzek a videózással kapcsolatban, mi a véleményem a videózásról, és arról, hogy a videókban milyen témákat feszegetünk, vagy hogy egyéb témákról szeretnétek hallani, akkor ezt leírjátok nekem az Instagram oldalaimon, bármelyikre, mondjuk a Rio Official 25-re, vagy a Rio MC 26-ra, Instagram oldalom 2 név, mert Rio Official 25, 6, és vagyis 25, Rio Official 25, és a Rio MC 26, egyben a Rio MC 26. És akkor ott bekövették, de hát len lesz a leírásban minden. Mert nagyon sok videót csináltam én már, meg ugye voltak ilyen ismert youtubereknek beszóltam videó. Annak is lesz majd folytatása. TikTok videósokról fogok beszélni, ott is van egy-két dolog, amit tisztázni kell, de fel fogok rakni mindjárt egy kis videót majd a TikTokra is. TikTokon is bekövethettek. Instagramon majd kirakom a TikTok oldalamat, hogy tudjátok, hogy miről van szó. És hát igazából ennyire egyszerű ez a dolog. Zole fog jelentkezni videókkal, ő is töltött fel egy csomó videót, amiket ugye én felraktam az én Vlog utcán oficiál csatornámra. Ő azokat feltöltötte az ő csatornájára, úgyhogy tessék Zolét is követni. Zole, off-f-f, három főbetű oficiál, és két löbetű a végén. Meg Urbán Gergő mobilvlog. Ugye tudom, hogy sokan azt mondják, hogy Ádám mobilt koppintja, meg mit tudom én, Ádám mobil ugye visszatért, és ennyi. Ja. Horváth Martin meg már nem live-ozik, mert valami történt a háttérben, igazából ennyi. Nagyon nem tudok másról beszélni, csak ennyit akartam gyorsan, rögtön pár perc alatt elmondani, amit el tudtam mondani, azt el akartam mondani, mert hát miért nem mondjam el, amit el akarok mondani. Ja, úgyhogy jó van, ennyi lenne ez a röpke videó, nem tudom, hány percet pofázok itt nektek, már elég régóta beszélek nektek folyamatosan, aha, 8 perc. 8 perc alatt ledaráltam egy olyan hosszadalmas történetet, amit igazából bő 10 perc alatt ki lehetett volna hozni a dologból, de azért is kell 10 perces videó, hogy a bevétel meglegyen és sikerüljön minden. Persze, hogy kell bevétel, hiszen ezzel is tudok olyan tartalmakat gyártani majd, és tudok majd olyan kamerákat, videófelszereléseket vásárolni, amikkel jobb videókat fogok tudni csinálni. Akarok majd egy sportkamerát, amit fel lehet rakni fejre, hogy tudjak csinálni ilyen természetben lévő videókat. Tehát ilyen túrázós videókat, mondjuk biciklin ülve tekerek, és akkor jöttök vele, megyebek. És olyan videókat is szeretnék, ahol ilyen kicsit ilyen viccesebb, humorosabb jellegű videók lesznek. Egyelőre ezeket így elmondom, nehogy megtörténnek-e, nem tudom. De bízom benne, hogy úgy lesz, ahogy lesz. Úgyhogy ezért kérek segítséget tőletek, hogy mindenképp legyünk meg, a legalább több mint 1000 fölött vagyunk, 1010 ember iratkozott fel. Sokkal több ember legyen, minél több, hogy azért jusson el mindenhova a videóm, és arra kérek mindenkit, aki dislike-ol, az legyen kedves, gondolját jól, hogy semmi értem a dislike gomb nyomkodásának, hiszen hülyeség az egész, és hiába próbálkozol dislike-olni 8 millió profiloddal, azzal nem fogsz előrébb jutni. Ameddig engem oltogatsz, addig is engem nézel az én csatornámra, vagy feliratkozva, és akármilyen videót feltöltök, te folyamatosan dislike-olsz. Köszi szépen, nagyon szeretlek bennetek, vigyázzatok magatokra. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, és hogy süt a nap, és imádom ezt a jó időt, mert nagyon jó, hogy november 1-én kisütött a nap, mert eddig
Szomorkás hangulat volt, esett az eső, tegnap eléggé még náthás voltam, most valamennyire javult a náthám, de azt gondolom, hogy ez így helyes, hogy kezdek jobban lenni, már nem vagyok annyira náthás, de még mindig azért szipogok, krákogok, egyebek, tehát a krákogás az azért van, mert túl sok a slime, ezt ki kell köpni, meg egyebek, ma mindegy, ne erről beszéljünk, mert tudom, hogy a hülyéknek az agyában megragad ez a mondat, amit az előbb kimondtam, de hagyjuk is, a lényeg az, hogy folyamatosan próbálok majd olyan dolgokat csinálni, amik jók lesznek, és határozottan meg tudom mutatni nektek, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat. Folyamatosan mondani akarom, amit mondanom kell, hiszen elmondtam már nagyon sokszor, hogy a gyors beszéd a legfontosabb, és elmondod, hogy mit kell elmondanod, mert tudja jól mindenki, hogy mit kell mindig tudni. Gyönyörűen hullnak a falevelek, elpróbálom elfeledni a nevedet. Tudom, hogy a kukát már kiürítették, a szemetet pedig ide letették, és azt mondták, hogy veled mindent megtesznek, engem megeltemetnek, elfelednek, elengednek, remegnek a föld alatt a halottak, gyújtom a gyertyát, én érted, szívembe éltek, nektek már régóta a végetek van, nem érdekel, hogy mit mondanak, akkor is megyek én tovább. Amúgy itt vannak ilyen rajzok a híd alatt, ilyen régi festmények, hát ilyen falfirka, gyönyörű szép pókok vannak, bogarak vannak, két szem van ott a másik oldalon. Itt van egy híd, itt mennek az autók, közlekednek a fák, ahogy látjátok, kopaszodnak. Hiszen november 1-je van, tél lesz, jön az új év, gyerekek, újévi fogadalmat le lehet írni most azonnal. Kérem szépen írni kommentbe, gyorsan, mindenkinek. Engedélyezem a kommentet, hiszen azt gondolom, hogy az a jó, ha a kommentet engedélyezed. És az a legkirályabb dolog, hogy engedélyezed a kommentet, hiszen a komment a legfontosabb dolog. És köszönöm szépen a figyelmet. Legyetek nagyon szerencsések, nagyon boldogok, áldjon titeket meg a jó Isten, szevasztok!